program támogatásával olyan játékos tanuló programokat fejlesztenek, amelyek egyszerre segítik a mozgás és a kognitív képességek finomítását. A sérült gyermekek esetében ez a kettő nem választható el, ugyanis bármilyen ismeretszerzéssel összefüggő feladatot kapnak, a válaszadáshoz mozdulniuk kell. Vajon milyen ismereteik, szellemi és érzelmi intelligenciájuk van azoknak a gyermekeknek, akik születésükkor vagy egy balesetben agyi károsodást szenvedtek? Erről alig tudunk valamit, hiszen szűkösek azok a lehetőségek, amelyekkel mérhetnénk tudásukat. Norbi sem tud beszélni, helyette a hangadó gép mutatkozik be. Az ELTE informatikai karának munkatársai már több mint 10 éve foglalkoznak azzal, hogy személyre szabott és mégis megfizethető eszközökkel, játékokkal, tanuló programokkal segítsék a sérült gyermekek fejlődését. Na, akkor kezdjük a munkát. Tudod, az a feladat, hogy az érintőképernyőn minden pontot megérints, hogy megnézzük ma milyen animáció is bújt el a kártyák alatt. A számítógépes játék számukra szórakozás, tanulás és testerősítés is egyben. A jó megoldás azonnal megjelenik a képernyőn, ez motivációs erő. A 12 éves beszédértő, de nem beszélő Norbit is ösztönzi a várható siker, bár láthatóan nagy erőfeszítéssel érinti meg a képernyő távolabbi részeit. Még egy van. Még egy ide fölülre nyújtás van még. A kutatók a Bliss Alapítvány módszertani központjában próbálják ki a programokat. Az itt foglalkoztatott növendékek mozgási és gondolkodási képességek között semmilyen kapcsolat nincsen, ezért nehéz a fejlesztők dolga. A munka azonban sokszorosan megtérül, hiszen a gyerekek képessé válnak az önálló kommunikációra. Ezek a gyerekek a világban elterjedt, Magyarországon használatos tesztek közül semmivel nem tesztelhető. Egyszerűen minden kitalált teszt azon alapul, hogy a gyerek válaszoljon. Ők nem tudnak szóbeli választ adni. Soma 20 éves, hall, mégis gesztusok alapján értelmezi a beszédet. Saját mondani valóját képekkel, jelképekkel közli. Az ő kommunikációs mappája már szinte lexikon méretű. Soma, kérdés. Kérdés. Te számítógépezel. Játszol, vagy dolgozol? Melyik? Gondolkozol, dolgozol. Na, mit szoktál még csinálni? Zenét hallgatni. A halmozottan sérült fiatalok számára a számítógép irányításához, vagyis az egér kiváltásához is új eszközöket kellett teremteni. Ilyen a MouseSense szoftver, amely egy webkamera segítségével például a fejmozgást is képes kurzormozgássá alakítani. Egy olyan programot fogok vezérelni, ami a írni tudó, tehát betűket ismerő növendékeknek készül. Azért mondom, hogy készül, mert bár már most használható, de az ő visszajelzéseik alapján folyamatosan változik egyelőre. Előnye az a használatos kommunikációs táblákhoz képest, hogy bármikor ő maga tud törölni magának, és ha leírta a mondani valóját, föl is tudja olvastatni. Delta. Delta. A szoftver a játékkonzolt is felismeri. Ennek irányításához bármelyik végtag megfelelő. Jótékony testi-lelki hatása miatt a gyógypedagógusok szívesen alkalmazzák. A Pető Intézetben már versenyeztek is vele a növendékek. Neked, ha dolgozol ezzel, mozogni nehéz vagy gondolkodni? Gondolkodni könnyű. Egy általunk írt szoftver segítségével visszanézzük, mi is történt. Nagyon fontos az is, hogy ha meg tudjuk találni a nem tudatos mozgásaikat,
akkor azokban az esetekben felülbírálhatjuk a kurzor mozgatást. Az érzelmek dokumentálása, vagyis a mesterséges intelligencia kutatás már a jövőbe vezet. Ez a jövő azonban hamarabb itt lesz, mint gondolnánk.